felelőtlen állattartás miatt az Óbecsei kutyamenhelyen minden nap rengeteg dolog van. A bácsföldvári Igor Jurisics egy tonna kutya eledellel támogatta a menhely működését, amelynek ez a fajta támogatás hatalmas segítséget jelent a hideg őszi és téli időszakban. Ma 2 tonna csirkelábat adományoztunk az Óbecsei és a Verbászi menhelynek. Nekünk ez többlet volt, amit az elhagyott kutyáknak adtunk. A menhely munkatársainak sokkal nagyobb gondjaik is vannak ezekkel a kutyákkal. Nekünk ez az 1-2-3 tonna szinte semmit nem jelent, nekik viszont sokat. Kommunalat közvállalat nevében köszönjük az Igor Jurisics-től származó adományt. Ez 1 tonna csirke aprólékról van szó, ami nagyon jól jön a téli időszak beköszönte előtt, mivel ilyenkor nagyobb kalóra szükségletre van a kutyáknak szükségük, így a betegségek elkerülése érdekében. Ő minden évben adományoz, úgyhogy az idén is, mint tavaly ugyanezt megtette, nagyon szépen köszönjük még egyszer neki. Igor Jurisics több mint 1 éve tulajdonosa a Dagiró vállalatnak, amely házi kedvenceknek értékesít húst. Habár a családja ebből él, Igor azt mondja, számára a kutyamenhely hálája többet jelent annál a pénznél, amit ugyanennyi csirkemaradék eladásából szerezne. Erre az adományozásra elsősorban a kutyák iránti szeretet miatt szántuk el magunkat. Nem minden a pénz. Mindenki azért dolgozik, de ez is valamiféle kereset, mert boldogabb vagyok így, mintha kerestem volna 1000 dinárt. Tudom, hogy milyen a helyzet, segítek, ahogy tudok, és amikor csak lehetőségem van erre. Igor nemes gesztusa mellett is az Óbecsei menhely vezetői arra kérik a lakosságot, hogy adományaikkal támogassák a menhely működését és a kutyáknak a tél átvészelését. Szükségünk van még a kaján kívül szalmára, pokrócokra, és így megkérnénk a lakosságot, hogyha vannak ilyen nemű dolgaik, akkor azt ne dobják ki, hanem adományozzák a menhelynek. Ugyanakkor még megkérjük a népet, hogyha szükségük van kutyára, akkor ne vásárolnak, hanem fogadjanak örökbe. Amennyiben segítenének az Óbecsei menhelynek, vagy szeretnének egy ebb büszke tulajdonosa lenni, hívják a 064 89 31 707-es telefonszámot.